Modus, sziasztok! Jelet csíptünk, no nem nagyot, pislog, recseg, rüttyög, ragyog. Vaj, mit esztek? Azt hogy laktok? Szasztok, mint tik, kik ott vagytok. Van az ember, van a lélek. Szóval csekkoljátok, kérlek. Életigenlés meg zamat, zsír hazai új lenyomat, amit ez a szonda nyomat. Ezt el lehet így küldeni, tessék mondani. Hát az űrpapír mindent elbír, mindent kibír, tehát hogy nincs semmi. Nem, ez, hogy mondjam, egy nagyon ilyen kedves diákos, picit ilyen, hogy mondjam, ilyen gimnáziumi újság ízű költemény. A legfőbb szervező ereje ennek a versnek az, amit úgy nevezünk szaknyelven, hogy rímkényszer. Ez amikor nyúl viszi a puskát, vagy lekvár teszi el a nagymamát, tehát hogy azért ír, tehát hogy mit tudom én, bejön az, hogy az éj, és akkor hát mi lenne más a rím? A kéj, ugye, meg az ágy, és akkor a vágy, hát akkor persze. Tehát hogy vannak szavak, amik húzzák egymást, és akkor inkább egy picit megerőszakolom az értelmét a dolognak, mert jó, nem egészen pont azt mondta, amit szerettem volna, vagy ami kellene, hogy kijöjjön ebbe a versből, de a rím az stimmel meg oda van rakva.